úgy látszik, hogy engem sírba akar ez a csapat finni, de ha így halad, akkor sikerülni is fog. Tehát azt, hogy valaki a 30. percben 6-7 góllal vezethetne, üres kapukat hagyunk ki, és utána kapunk egy ilyen, nem is tudom, megint szabad rugásból egy gólt, ami ide-oda pattog, megint nem mi érünk oda. Utána a második félben megint nyomunk, megint ott vannak a lehetőségek, megint nem élünk vele. Hát ezt a meccset gólokkal kellett volna nevetve nyernünk, ennek ellenére csináltunk belőle egy kiki meccset. A másik, ami szembetűnő, az, hogy a sérülésből visszajött játékosokat, ugye cserégetni kell félidőztetni, mert nem bírnak többet egy fél időnél. Ezen már sajnos idén nem tudunk változtatni. Most egy fontos, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, de ezt végig kellett volna ülnöm nyugodtan a 30. perctől, 4-5 gólra vezetünk, és végüljük. Ehelyett megint lett, amit előbb is mondtam, lett belőle egy kiki meccs, saját magunkkal szórakozni. Hát én úgy gondolom, hogy mi a teljesítményünkre maximálisan büszkék lehetünk. Nehéz helyzetben vagyunk, több sérültünk van, több betegünk van, és mind a mellett egy olyan csapathoz jöttünk, akinek komolyabb tradíciója van, mint a miénk. Ez mondjuk lejött a pályáról is. Azt hiszem, hogy jól küzdöttünk. Sajnos az első 20 percet azt benéztük, bealudtuk, és ezt végig vittük magunkkal a mérkőzés folyamán. Nagyon sajnálom, úgy érzem, hogy több volt benne a küzdelemből jeles. Le kell tudnunk győzni az ellenfelet is, de több ilyen mérkőzés is volt, ahol nem csak az ellenfelet kell legyőzzük, hanem a körülményeket is. Nekünk még ez nehéz, azon dolgozunk, hogy így legyen. Gratulálunk a Balassagyarmatnak, és sok sikert kívánunk!